Nem előre kocintanak a medve bőrére. A Földszint nevű kulturális térköltözését ünneplik a Sepsiszentgyörgyi Sugársáruházban. Az új művészeti központ másfél hónapja, december közepén nyitotta meg kapuit egy szokatlan helyszínen. Az áruház egy üresen álló földszinti üzlethelységében. Innen is kapta nevét. Afféle nyitott műhelyként egy baráti társaság igényeiből született, akik nem csak olyan helyet kerestek, ahol a művészettekkel kapcsolatos rendszeres összejöveteleiket megülhetik, de olyat, ahova bárki becsatlakozhat. Az üzletközpont legforgalmasabb helye pont megfelelő volt erre. Az ingyenes kiállítások, koncertek, performanszok, képzőművészeti műhelyfoglalkozások, tárlatvezetések, zenei események pedig egyre több és több embert vonzottak a különleges helyszínre. Közben támogatók is akadtak, a helyszínt biztosító áruházon kívül melléjük állt még a művészeti népiskola és számos egyéb magánember. A Földszintnek tehát van jövője. Februártól már a harmadik emeleten, ide költöznek most már véglegesen. Az alapító tagok egy része épp az utolsó simításokat végzik, a kezdetekről és a folytatásról is meséltek nekünk. Az egyetlen tér voltunk a Sugárban, ahol színes falak voltak. Az már szerintem dobott a légkörön, hogy egy totál kívülálló dolognak tűnő dolog. Vagy tér jött létre, ahol bekezdtek nézni egyelőre az emberek. Tehát csak bepillantottak, és egyszerűen mi ott voltunk, és valamit csináltunk. Nagyon színes volt a paletta, és pont ez volt, már a helyszínben is az volt a jó, hogy nagyon támogatta a mi konceptünket, hogy nyitott legyen. Tehát, hogy tényleg bárki bejöhessen, az is, akit nem feltétlenül érdekel a művészet, csak megtetszett neki valami, az is, akit úgy érdekel, de hogy nem mert, vagy nem akart eljönni, bárki bejöhetett, kipróbálhatták. És tényleg sokoldalú voltak a workshopokon a résztvevőknek a... Nagyon öregek is, ilyen 70-valami évesek is voltak, 3 évesek is voltak, tehát ilyen színes mindent hoztunk össze. Nem az a klasszikus galériaforma, ahova az ember erőfeszítést kell tegyen, hogy oda elmegy, hanem itt botlottak bele az emberek. És ez szerintem sokat segített azon, hogy ilyen népszerű lett a projekt. Akkor csináljunk egy programot, amiben részt vehetnek X generációtól Y generációig. Tehát, hogy ne legyen különbségtétel, hogy a gyerek vagy a felnőtt dolgozzon együtt egy csapatba. És ez fenomenális, mikor látjuk ezeket az összehangolódásokat. Úgyhogy ez volt egy óriási motiváció. Volt ugye zenekari próba, volt beszélgetés, ami teljesen spontán történt meg. Egy kórus, aki jelen volt, volt tolás workshop, és még sorolhatnám. Ezek révén már úgy kezdett kialakulni, hogy a szentgyörgyi alkotók és esetleg nevelő szférában lévő emberek már jönnek, hogy szeretnének beszélni valamivel. Most is úgy néz ki, hogy lesz egy maszk workshopunk. Ezek a workshopok nem megtervezve voltak, hanem csak úgy jöttük, hogy na ki mit tudna csinálni, ki mit szeretne bevállalni. Volt olyan, aki beesett egy teljesen másik szakmából, de hogy ő tud például kolázsolni, akkor tartsunk egy ilyet is, de jó. Tehát egy kicsit random történtek, most nem tudom, lehet, hogy a jövőben is fogjuk tartani ezt a random vonalat, de lehet, hogy betervezett is lesz. Mindenképp megtartanánk ezt, hogy bevonjuk a közösséget, az alkotó közösséget és a külső réteget, aki érdeklődik ezek után. Szeretnénk úgy alakítani, hogy minél több rendezvényünk legyen, amik hasonlóak ahhoz, amik eddig voltak, de új ötletekkel is állunk elő, szóval ez egy ilyen folyamatosan evoluáló projekt, ami épül és megtartja azt, ami jó, ami hibázik, azt kijavítja, majd építjük így tovább. Ugye az amatőr művészettől a képzőművészetekig, az alternatív művészeten át minden jelen van, és próbálunk minél kreatívabb és fejlesztőbb hatással lenni. Nem lesz hatása, már van, és így az elején kiderült, hogy igény is van rá. És így a jövőre nézve nem csak Szentgyörgyöt szeretnénk mozgósítani, hanem felvenni kapcsolatokat egyetemekkel és más városokkal is. Kapcsolatba lépni, majd a nemzetközivé tenni, de persze első lépésekben Szentgyörgyön kell ezt megvalósítsuk, hogy együtt tudjunk működni, mint közösség.